Valószínűleg nem értik a nézők, hogy miért bégetnek a kenguruk. Itt vagyunk épp a Robirtokon, ami egy családi birtok. Feleségemmel és 4 gyermekemmel csináljuk ezt a kis családi birtokot. 5 éve már, hogy elkezdtük valamikor ezt egy lóval, és jöttek-jöttek az állatok egymás után, és ma már egy emberek számára nyitott kis birtokként működünk. Próbáljuk a családokat bevonni a felelős állattartásnak a rejtelmeibe, és itt az emberek, családok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az állatokkal. Sem fejt tehéntejet fogunk inni, ha igen, igaz. Megtanítod nekem a technikát? Igen. Mert természetesen még sosem fejtem fel. Igen, az a lényeg, hogy ez a tehénnek egyáltalán nem fáj, hogyha itt erősen megszorítod, tehát itt elzárod a tej útját, és csak ezekkel a 3 ujjaddal így egy kicsit megnyomod. Ezért ez elég sziszi-fuszi munka. Hát, így kézzel igen, de a gépi fejéssel történik amúgy a fejés itt a mindennapokban. Én ittam már életemben olyan igazi, tehát nem igen, a nagy áruházakban kapható tehéntejet, de azt előtte fel kellett forralni. Nyugodtan meg lehet kóstolni ezt így. Tehát akkor, amíg tőgymeleg a tej. Tőgymeleg a tej, fél órán belül meg lehet kóstolni, de utána ajánlott ugye felforralni. Kóstoljuk meg a frissen fejt tehéntejet. Hát azért ez isteni finom. És hihetetlenül itt áll mellettem a tehén, akiből 6%-os a tej amúgy, a dolti tejekkel ellentétben, igen. 6%-os? Igen. Séro és Elena a két alpakánk, akiket ugye itt a birtokon lehet sétáltatni is akár. És ez nekik jó? Jó program? Hogy egy kicsit kijebb mennek a... Igen, mert legeltetjük őket közben, simogatjuk, kényeztetjük őket, úgyhogy ők ezt élvezik, szeretik. Nem is gondolnátok, hogy kiknek hoztam csokis kürtős kalácsot. Nekik, az ormányos medvéknek. Sziasztok! A kosak, csak foglalkozni kell velük. Ők 2 éve kerültek hozzánk. Hát akkor még nagyon vadak voltak, szelídítettük őket. Alex, ugye Dél-Amerikában őshonosak, mindenevők. Mancsal veszi el. Mancs, ez komoly. Ez jobb, mint egy tetfó. Ez elképesztő, nem is tudtam, hogy léteznek ilyen állatok, nem hogy rajtam mászom, de azt hiszem téged jobban szeretnek. Barka, te? Igen, az én kis cumis üvegből nevelt szarvasom, ő egy dám szarvas. Ő 3 éves, és most idén lett neki egy kicsi, akit Berrynek neveztünk el. Ez gyakori, hogy egy dám szarvas ennyire kezes és ennyire szelíd? Egyáltalán nem. A kicsi se szelíd ennyire, mint ő. Ugye ez attól függ, hogy hogy neveljük föl. Ugye ő a szobámban volt, cumis üveggel neveltem. Futkároztunk, tényleg sokat sétáltunk együtt, ugye olyan, mint egy kis kutya, már pórázon is jön velünk. Most aztán igazán úrhölgy lehetek. Nem vett észre semmit, de mi ügetünk már. Igen. Mit csináltál? Nagyon picit adtam nekik egy hangutasítást, mert innentől kezdve te hajtasz. Én hajtok? Igen. Az lényeg, hogy ökölbe a kéz, tehát ne csúszson ki a szár. Igen. És akkor mindig mondom, hogy mit kell csinálnod. Jó, mert most semmit nem csinálok, csak ez. Ez bőven elég. Jó lép. Vezetem a lovaskocsit. Varázslovak. Csak rá gondoltam, hogy ügetni szeretnék, és nézzétek. Elképesztő volt, hogyha tehetném, akkor mindig lovaskocsival járnék ilyen varázslovakkal. Engem ez lenyűgözött, erre nem számítottam.